A Yaris is Japán első számú motorolaját, a Zeneost használja. Ez itt a Gonosz Swift második évada. A fordított kormányt megtartottuk, de vittünk bele egy kis extrát is. Így van, ezt az autót már ketten fogják vezetni, automataváltós, és a pedálokat áttettük az utas oldalra, viszont a két pedált is felcseréltük. Ismét előre vettük fel az egész évadot, tehát a vendégek nem tudják, hogy mire számíthatnak. Iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, és kezdünk is! A Gonosz Swift mai vendégei, Hajas Imelda és Polecki Ricsi. Köszi, hogy jöttetek. Köszönjük a meghívást. Igen, köszönöm a meghívást. Érdekes kör lesz, mert Imelda már vezette nem ezt az autót, de egy nagyon hasonló autót, viszont szerintem meg lesz a kihívás. Viszont épp ezért hozzád menne az első kérdés. Meglett a 100 ezer feliratkozó most így az elmúlt 1-2 hétben, amihez gratulálok. Hoz ez valamilyen változást a csatorna életében esetleg? Tudatosabb tartalomgyártás, több tartalmat? Nem szeretném, hogy azért vágtam ilyen gyorsan a választ, nem szeretném, hogy elvegye a varázsát. Nálunk nagyon kevés a tervezés, nálunk amilyen hangulat van, kb. Egy ilyen 4-5 napra tudjuk előre, hogy mi lesz. Vannak ilyen nagyobb projektek, amire elő kell készülni, azoknál szoktunk, de amúgy így az igazi fő ez a heti vlog, ennél soha nem készülünk, nagyon ritka. Tartható ez egy ilyen méretű csatornánál amúgy? Hát mostában nem érzem nagyobb felelősséget magadon azért, azt nem. Ennyi ember követ? Nem, azt nem, mert én ezzel így nem foglalkozok. Szóval ez csak így presztízsből kellett ez a szám, mert így akartam, tudod, de amúgy semmi nem változik, azt érzem, hogy így ugyanaz minden ugyanaz. Csak eltelt pár év. És ha már a változások, Imelda, te közben itt a magyar drift nagyasszonya leszel, vagy kisasszony. Szóval, hogy elmentél drift közvetítőnek. Hogy vált? Igen. Hogy vált be ez a dolog? Mondtad, hogy azért az neked is egy kemény fejes volt. Így belettem dobva a mély vízbe. Igazából azon kaptam magam, hogy angolul közvetítem a live. Hetyi oldalán, ugye? Igen, a Hetyési Zsolti mellett a Drift Kings harmadik fordulóját. Hát figyelj, erről szól az életem, hogy bedobnak a mély vízbe, és igyekszem minél jobban kiúszni, meg fennmaradni a víz tetején, és nem fuldokolni. Melyik a nyomasztóba? A kamera vagy a közönség? Más, nagyon a kettő, de élvezem mind a kettőt. Tehát, hogy most ez a speakerkedés, vagy riporterkedés, riportkészítés, ez még új nekem, de annyira szeretek kommunikálni és emberek közt lenni, hogy mind a kettőt szeretem. Majd a visszajelzésekből kiderül, hogy mit gondolnak a nézők, meg a többiek. De én jól éreztem magam. De úgyis az autózás a lényeg. Így van. Golf. Azt látom, hogy azért neked van egy kis beütésed, mert még a munkásautó is Volkswagen termék. Igen, persze. De hogy hol csípett meg téged ez a bogárt? Honnan eredezik a VAG csoport, vagy csak Volkswagen? Egy ilyen se, semmi. Csak ez úgy történt, ez dobta a gép. Hogy nem. Régen fiatal korom, vagy hát fiatal, az első autó, amit saját magamnak vettem, saját pénzből, az egy 5-ös Golf volt, és amikor ez meglett, akkor utána így elkezdtem így mással foglalkozni, és volt egy álomautóm, egy Audi A5. De dízel, 3000-est ad, ez a sima. És akkor így meglehet, és beleültem, mondom, tök fasza, csendes, így nem történik semmi, tudod. Így. Nem vagy még hozzá elég öreg. Igen, pontosan. És akkor utána átmentem az egyik haveromhoz is, jött hozzá egy csávó, mert felnit akartak cserélni, és akkor ő egy 6-os GTI-vel jött. És akkor mondom, hogy de jó az a kocsi, tudod, de kb. Ugyanolyanom volt majdnem, amit először vettem magamnak 5 éve. És akkor mondom, kipróbálhatom, tudod, így beültem, és akkor így visszajön, mondom, basz meg, és mondom, mennyibe kerül egy ilyen? És akkor így mondta az árát, és hát fel annyiba került, mint amilyen kocsib nekem volt. És mondom, ez most így működik, komolyan? Ennyit jelent az, hogy... Kinyílik a világ, amikor igen, az ember elkezd szétnézni. Azonnal használt autóra ment az Audi, és akkor jött egy 6-os GTI, és onnantól kezdve egyszerűen nem bírom elengedni. Figyelj, komolyan mondom, szerintem árérték arányba a legjobb autó, amit így erre tudsz használni. Tök jó, hogy felhoztad a GTI-t. Én amikor először vezettem Golf GTI-t, az versenypályán volt a Hungaroringen, és kapásból után átültettek egy R-be, és azt gondoltam, hogy, jó, hogy, a itt a, hogy az, R, ja. Az R lesz itt igen. A király, meg minden, de hogy én egyszerűen jobban éreztem magam a GTI-ben, egy szórakoztatóbb, vidámabb, ilyen... Hát, nem tudom, én nagyon vidám vagyok az R-be. Az a mínusz 250 kiló azért az úgy érezhető volt benne. Hogy akkor ott neked a pályán lehet, hogy meleg gumikkal, jó időben, meg minden, amikor mondjuk nekem az autózás az egy ilyen olyan dolog, amit nagyon kikapcsol, szeretek autózni, zenét hallgatni, egyedül akár bármi, és amikor mondjuk leesik az első ilyen őszi eső, szeptember vége, mész a GTI-vel, tudod, és akkor még már így váltasz negyedikbe, és még mindig csak nyikkan, akkor ott így rájössz, hogy
lehet, hogy kéne váltani, tudod. És amikor az R viszont betapad minden körülmények között, valamennyire, akkor ott azért az azért jobb. Ha már váltás, te most átültél egy Opelbe? Hát nem, most egy pár hónapja, igen, nem mondom azt, hogy a mi univerzumokban most. Most, igen, igen. Azóta körülbelül. Szerintem akkor már, akkor volt nagyjából új, amikor vezettem ugye a gonosz Swiftet. Figyelj, célnak tökéletesen megfelel, nem bánom, ha lenne milyen egy... Drumog? Nagyon jó a hangja, erős, hangos, kicsi, gyors, lehet vele parkolni, most így minden igényemet, ami a Hondában nem volt meg, maximálisan kielégíti, de nem mondom azt, hogy nem járok nyitott szemmel, tehát hogy azért nézelődök. És lesz valaha autó a Szilviádból? Lesz, képzeld el, hogy tegnap is voltam egy szuper titkos meetingen, Jézusom. És nagyon igyekszem összerakni a sztorit, ugye másfél éve, hogy hozzám került az autó, de se időm nem volt igazából ezzel foglalkozni, se semmi egyéb kapacitásom, és szeretnék ebből egy nagy projektet, most összeraktunk egy ilyen tartalomtervezetet, úgyhogy szerintem lassan, de biztosan majd elkezdjük összerakni az S13-at. Ezt így csináljátok, hogy van tartalomtervezet, meg minden? Én nem akartam itt beleszólni az elejébe, de lehet, hogy te sokkal jobban csinálod, mert mi készülünk, mi tervezünk. Mi is, amúgy csak így, de lehet, hogy amúgy megpróbálom, most itt találkoztunk. Én meg megpróbálom így, úgyhogy cseréljünk. Ja, amúgy ez egy kicsit stresszes néha, de amúgy jó. Mondjuk a most vasárnapi videó, ami múlt héten ment ki, azt úgy töltöttem fel, hogy ilyen 18-35 fele lett így más minden. Naposan. Nem, csak... Ehhez amúgy rohadt érdekes, hogy én ugye hagyományos újságírói szcénából jövök, ahol mindig volt tervezés, és ez sokszor nehéz is elengedni, de amikor elengedem, akkor abból meg rohadt jó dolgok tudnak lenni. Viszont ugye bejön az a kérdés, hogy önazonos tudsz-e maradni. Ja. Tehát, hogy neked lehet, hogy elveszne az önazonosság, hogyha elkezdenél elvágólagosan dolgozni, és lehet, hogy Imeldának is elveszne az önazonossága, az imeldasága, vagy ha elkezdene. Én attól feltart, hogy amikor nagyon akarok valamit, vagy én arra jöttem rá így az egész életem során, amikor nagyon akarok valamit, akkor soha nem jön össze, és így már nem akarok semmit, és így minden összejön. Ezt lehet, egyszer kipróbálom. No. A nihilizmus jó, maga. Jó, ez csak poén volt, nyilván nem szokott, de hogyha így nem kötöd valamihez mindig ezt, mondjuk, hogy ezt a videót így kell felvenni innen, onnan, mert így van meg, így jön meg a vízió, akkor sokkal jobban tud sikerülni, mert nem ragasz azokhoz a dolgokhoz, amik lehet, hogy nem is működnek. Meg ez tök más műfajta, ő vlogol, mi meg másfajta videókat. Azt gondolom, hogy amit Ricsi mond, az így közelebb áll az új médiához. És igen. Amúgy ez egy megszívülendő hozzáállás. Na de, elfogy a fiam. Én már izgulok amúgy. Előbb azt, ne, előbb más mondtál. Csak próbálom kelteni a feszültséget kicsit. Volt-e Swiftes élményetek? Meglátjuk. Swifteztél valaha, vagy csak a Volkswagen? Egyszer volt egy Swift futárkocsink a Kebabosba, szerettem amúgy. Mindenki bír. Tudja, nincs vele gond. Kettesben nyitván. Téged nem is kérdezlek. Én meg se szólalok, te vezetsz, jó? Ahogy mondod, mindketten vezettek. Jó, mindketten vezetünk. Láttátok a pályát? Szóljál. Igen, láttuk. De most amúgy ez kajak automata? Teljesen. Luxuri. Van belőle ilyen? Igen. Furcsa, mert automata, de nem klímás. A másik az kéziváltós volt, ellenben klímás. Úgy se használnék soha klímát. Soha nem használom. Elveszi a teljesítményt azokban. Meg az élményt. Nem hallod annyira. Szerintem kezdjük el. Üljetek be egy nektek tetsző felállásban. Ja, és fontos, hogy nyilván Imelda már kiszúrta a pedálokat a túloldalon. Én amúgy nem néztem be, mert nem akartam utána azt hallgatni, csak ezért lett jó időm, tudod, hogy hát előre néztünk, de valamelyik minden muszáj volt csalni a csapatból. Próbáljátok ki, ahogy nektek tetszik, lehet vezetni végig egy felállásba, de három körötök van, ahogy ezt megbeszéltük, lehet váltani közben, ti döntitek el, a lényeg, hogy érezzétek jól magatokat. És nem muszáj egybe lenyomni a három kört, ugye lehet szuszálni. Lesz közte pihi, szépen majd vissza kell ide tolatni, megbeszéljük. Én rád bízok mindent, figyelj, mondjad, hogy neked hogy jó, alkalmazkodok. Na, ezt már szeretem. Ez egy jó nap lesz. Ide jutottunk. Menjünk. Hova kerültem? Hogy volt? Ha jobbra tekered, akkor majd balra. Én nem tudom, ez te full más. De te ültél ebben, te ültél. De én nem ebben ültem, és... Én nem ebben ültem, és ott még ott volt a pedál, meg ott tök máshogy volt minden. De a kormány szerintem ugyanúgy maradt. Hát akkor, ha balra tekered, akkor jobbra fog menni. Igazából. Jó. Megnyomtad a féket? Nem tudom, melyik az. Nyilván. Jó, ez most így nem olyan. De ez jó lesz. 3, 2, 1, rajt! Na igen, jó, mehet, gáz, adjál gázt. Ez a, mi, szennyed, a fasz, gáz.
nem tudtam, hogy ennek mi a fasz, gáz, gáz, mehet, nem érünk hozzá. Másik. Azt a kurva! Ne haragudj! Másik! Figyelj! Mi a fasz van? Jó? Várj! Sok, jó! Bazd meg! Tolasd vissza! Geci! Mi a fasz? Jó, most előre! Pedig miért csinálni? Geci! Figyelj, nem tudok elvonatkoztatni! Nem. Vagy vagyok? Ja, bara! Jó! Adj! Másik vissza! Jó! Bara! Jó! Jobbra! Jó, marad! Jó, lássuk! Na és közelítik meg végre a Manna ABC feladatot. Lássuk, hogy ezzel hogy boldogulnak a srácok. Jó. Begurultak az asztal mellé. Megálltak, nagyon jó, majdnem megvan, meg is van az üdítő, kezdik a tolatást. Nem, másik, úgy, szedjed. Hát ezt javítanunk kell. Szedjed. Maxon vagyok. Másik. Jó. Bara. Nem látom. Elég. Basz meg. Jó. Vissza. Bara, nem látok semmit. Jó lesz? Jó. Egyenes? Nem még. Egyenes. Nem, mehetsz. Vigyázz! Jó, tedd rá. Jó. Mehetsz, jobbra. Jó, tetted a gázt. Már, jó. Jobb. Basz meg, bocs. Nos. Milyen vagy? Teljesen meg vagyok zavarodva! Azt tudom, mi a fasz csinálok! Jobb. Nagyon jó, az csak az első körül, ne felejtsd el! Bal, jobb, vissza, jobb! Jó! Vissza, bal! Jó! Jobb, arról megkerüljük! Jó, látom jó. Már! Kicsit bal! Kicsi reflexből jön belőlem, ez érted? Én meg egyszer legyomom a gázt, meg a féket. Jó. Azért nekem sincs könnyű dolgom, ne haragudj. Jó, ez már meg lesz. Jó. Szed. Jó. Jó ég, geci. Jó ég. Köszi. Hát én kiírtam. Ahogy néztem a régi videókat, mondom, ez sima, de hát annyira nem jött össze. Szerintem ott 100 pontot vesztettünk, úgy szétgyúrtuk azt a gólyát, meg a hordót. Kicsit hamarabb kezdtétek el az Y-t, mint kellett volna. Meg az egész elindulás, meg minden az a gondom, hogy mire felfognám azt, hogy mi történik, szólni kell egymásnak, hogy ki mit csinál, érted? És ezek nagyon jól leszopadhatok most. Hát nem is tudok mit mondani. Nagyon jó. Hát meg azt, hogy full gázon elindultam, miután beindítottuk egy a kocsit, ez mekkora tudjuk volt. Tudjuk ezt fejleszteni szerintem, mert ennél rosszabb még nem volt, gondolom. Mennyi? 40 perc? 3.08, de van benne 4 hiba, mert hogy elgyúrtatok hát pár dolgot. Az igen, egy párat az elején. Amúgy itt tök jól elindultunk, itt semennyire nem számít az, hogy van-e rutinod a vezetésben, vagy nem, mert itt tök máshogy kell gondolkodni. Hát itt nem. Igen, szóval... Egyszer bele akarunk ültetni valakit, aki nem tud vezetni, hogy neki milyen. Szóval szerintem neki menne. Holatva könnyebb. Ha, megcsináltad fordítva is, nincs jó, a szabály. Jó, a harmadik kör tolat van. Hát szinte annyira nem járatnám le magam. Jó így. 3.28, mert ugye van 20 másodperc. Jó, akkor csak egyen nyugtass meg. Mi volt eddig a legrosszabb valaha? Legrosszabb. Volt ennél rosszabb? 1.54. Az volt a legrosszabb. De az a harmadik körük, igen, tehát hát még két is, körünk ők van. Is 3 perc fölött kezdték ezt az egészet, Csikós és Novot Tibi, tehát hogy még van lehetőségetek fejlődni. Változtattok a felálláson? Nem. Most nem, hogy válasz. Szeretnéd egy héttel hamarabb nézni a Gonosz Swift epizódokat? Gyere a Patreonra, támogass minket, és már most megnézheted a jövő heti részt.
Na, szóljál felkészítés. Jó, figyelj, támogatnod kell fejbe, érted? Mondanod kell egy picit, mert azt érzem, hogy üres a fejem, érted? Azt tudom, mit csinálok. Kiültél teljesen. Totál, nem erre számítottam. Viszont amennyire lehet. Nem látszik. 3, 2, 1, rajt! Jó. Kicsit vissza balra. Kicsit jobbra. De, most bele, jobb, most megzavartál kicsit, vissza. De nem baj. Jobbra. Jó, én. Jobbra. Nem megy el, bassza meg. Baj. Jó, most. Jobbra. Másik helyen nyomom ezen... a gázpedált, mert ahol nincs is. Jó, csak óvatosba, így, amúgy ez a titka, ez a titka, tudod? Ez, hogy így ez a titka. Ilyen őrláng, igen, így bele kell, vissza, balra. Bele kell jönnöm, bazd meg. Tudod, én csiki, jobbra. Jó, ez már, ez már alakul. Ez így, amikor ilyen szépen... Mert kesesen adod a gázt végre, nem így baszkodod. Igen, végre, jól csinálom. Figyelj, ez most, ez most. Jó, jobbra, vissza. Kicsit csak. Kicsit csak ezt most... Jobbra! De miért mondod, nem tudom melyik kezem? Nem ismerem a kezeimet! Jobb. Kicsit jó. Nem, ez így jó lesz, ez így bemegy. Menek, bal. Azt eléred. Megérkeztek a feladathoz, Imelda. Majdnem elérte az üdítőt. Így van, kis hajót érte és kezdik a tolatást. El kell így. Elkezdem már most tekerni. Bal, szedd alá, bal. Maxon vagyok. Ott mi a helyzet? Nem, mehetünk. Bal. Mehetünk. Jobb. Fék. Eléred, az. Fél, nem tudom, hogy merre akkor meg lassan. Jobbra. Lassan. Jó, így. Jó lesz. Beszarás. Balra, óvatosan. Kicsit jobb, bal. Jó. Jó, kicsit jobb. Kicsit bal. Nagyon jó vagy, baszki. Ilyen hiba pontunk az szinte nincsen. Beszarás, nagyon jó vagy. De én is, geci, amúgy. Nem csak te, én is. Jobbra. Mi a fasz? Jobbra. Jó, bal. Jó. Szedjed. Jó. Visszaszed, arra. Jó. Csak megyünk. Jó. Lassíts kicsit. Azaz. Jobb, bal. Nem, ez megmarad. Jó, igen, most megyünk. Elmegy, nem? De elmegy. Jobbra vissza! Jó. Most. Fék. Mi van? Na, most ez beszarás. Nem figyelj, vissza. Nem tudom, az a bejegyet. Vissza kell kapcsolnom magam. Megnyomtad a féket? Nem, hát. Visszatolatunk. Mekkora csapat vagyunk amúgy? Hata. Mint kiderült. Na, 5 perc 30. Az időtök 10... Tizen... Nem. Na. 2:27. Ennyi. Ez így nagyon-nagyon. Viszont nagyon volt 3 hibátok, tehát erre még rájön 15 másodperc. Én nagyon gyengi vagyok matekból, de akkor ez 2:42. Figyelj. 52, ami az előző 3:28-hoz képest egy baromi nagy növekmény. Én azt mondom, hogy még az egyessel kezdődő is meg lehet. Figyelj, az legyen a stratégia, hogy ilyen nagyon szépen, ilyen őrlángon így végig csiki-csukizunk ott közötte a szlalomba. A 10 perces tapasztalatunkkal, hogy a szlalommal lehet a legtöbbet behúzni, mert hogyha ráérzel az ívre, akkor meg vagy. Meg ott kapsz valamiféle ritmust, tehát ott bele tudsz. És menni milyen jó kormányoztál, és milyen jól adagolt magát. Jó volt, nagyon az oldalon kiszakadt, hogy a rallikba, tudod, nem a navigátor. Figyelj, jobb, de közben balra tekeri, jobb, bal, erre megy. Kezem melyik, érted? Most jöttem rá, hogy totál analfabéta vagyok ezek szerint. Hát én is, figyelj, amikor lepadlózom, és amúgy az lenne a fék. Van neki most egy kicsit lassabban, bam! De mindegy. Ez most akkor egy jó kihívás, vagy egy rossz kihívás? Az első felbaszott, utána valami nem megy, de most így másodszorra azt mondom, hogy csodálatos. Figyelj, és van még egy körünk. Csak az a helyzet, hogy nem tudom, azokat ott látod-e, azokat az időket, de be kéne menni, illene be menni két percet. Is veszem hozzá a szemüveget. Soha nem másokkal, magunkkal kell versenyezni, és magunkat már megvertük. Ezt magamra tetoválom. Én is, te hova? Már rajtam ide, van. Vagy ide. Szálljatok be, aztán nézzük. Figyelj, meg a végét. Ha most nem lesz most jobb, nem cserélhetünk. Most se baj. Eskü, ezzel már jók vagyunk. 3, 2, 1, rajt! Jobbra szedd óvatosan, még nem. Most. Jobbra. Jó, nagyon szép. Nagyon jó. Vissza. Nagyon jó.
Nagyon jó. Ki ezen nélkül? Kell mennünk így. Vissza arra? Ilyen őrlángon kell mennünk, vissza amit te mondod. Szedjed, elmegy, nagyon jó, szedd vissza. Szedjed. Jó. Oké, okay, nagyon jó. Kicsit arra. Jó. Vissza. Nagyon... mekkora mentés, geci! Jó, gáz. Jó. Kicsit jobbra. Jó. Belövöm elsőre a kaját. Lassan. Mik érkeznek a Manna ABC feladathoz. Megérkeztek hozzá, imád el, föl is kapta az üdítőt, és kezdik a tolatást. Balra. Nem látok semmit arra, neki megyünk? Igen, még előre. Nem baj, szedjet. Elég. Vissza. Másik. Neki fogunk menni megint. Mi? Szedjed, bal. Elég, állj, gumi. Jó, még mehet. Mehet, itt nem lesz. Szedd vissza. El fogod érni? Nem. Elég. Nem éred el, az esélytelen. Közelebb. Jó. Hajolj ki, csalunk. Mehet. Jobbra. Jó. Kicsit balra. Bal. Vissza. Jobbra szed. Jó. Balra szed. Jó. Kicsit jobbra. Jobbra szed. Meg kellett válni pihenni. Nem, de egyszerűen nem fogadja be. Jobbra szed. Jó. Okay. Úgy. Nagyon jó. Vissza. Jó. Jobbra szed. Au! Szerintem te is belekeveredtél, nem? Vagy? Nem tudom. Másik, jobbra, szedd jobbra. Hát arra kell menni. Most jó, igen. Oké, okay. Akkor most jobbra. Ja, most jobbra. Most balra. Úgy. Másik, vissza. Vissza, izomból. Vissza. Jó. Vissza, másik. Kicsit le. Kicsit hátra. Jó. Jó. Az elmegy egy ívem. Szedd vissza. Jó, elég. Hú. Aj, szerintem ez még rosszabb lett, mint az egy valamit nem értek. Azt mondtátok, hogy a kézifék dupla pont, vagy az időlevonás, de hol használtuk volna? Az igazán tökös versenyzők, azok itt megérkeznek már elég nagy tempóval, itt rátépik, és ahogy megkerülik a traktorgumit, ott kifejezetten sokat hoz. De ki az igazán tökös? Vagy... itt köztük van olyan, aki... Tökös! Négyből hárman beadtak. Figyelj, nem az a lényeg, itt mindenki máshogy taktikázik. Mindegy, hát mi ezt így akartuk. Ez azért lett ilyen. Jó volt, figyelj, jól érted. A második körös... biztos nem mentünk be kettő alá. Harmadikra elfáradtunk. Nézd, fejben egy kicsit szétestetek, amikor ott megtörtént a második hiba a bánon. Jó volt, elbíztam magam. Ez volt a gond, szerintem. Taktikai hiba történt, nem sofőr. Ja. Mentális rákészülés nem volt. Én nem tudom még mindig, hogy itt ki a sofőr. Egyenlőség van, 2024. Oké, okay, értem. Akár cseréltetek is volna útközben. Na, szabad a gazda. Szabad a gazda? Ez szarab lett. 2.27. Tehát alapvetően ez lenne... 2.57. Tehát igen. Ez lenne a második időtök, de ugye még erre is rájön a kettő darab hiba. Tehát igen, jól számoltátok, hogy a harmadik kör volt a legjobb, ugye ez a 2.27 meg a három darab hiba. Amit a második kör. Igen. A második kör lett a legjobb, a 2.27. És ezt lehet választani? Ezt adják szerintem. A legjobb idő kerül föl? A legjobb idő kerül föl. Ez olyan, mint a menzás, ezt adják, tudod, ingyenes, a legjobb idő. Kérhetnek tőletek egy szignót, mert ugye van egy ilyen... Persze. Normál esetben igen, de most ehhez adni a nevünket, nem állom, hogy persze jó. Kérlek, az a cél, mint az előző géptetővel is, hogy jótékony célra elárverezzük, és aztán valamilyen... Pedig felvettem a kedvenc pólóm, hogy szerencsét hozzon. Hát. Figyelj, ha úgy veszünk, szerencsénk volt, mert azért ez nem egy rossz idő. Mennyi volt? A nevedet írd, imád, aztán majd az időt kitölt. De ne a feketébe írd, jó? Az fontos. Akkor ide. Tessék. Kérlek, valá közel a tiédet. Mellé? Jaj, de jó.
Nagyon, kérem szépen, majd kitöltöm az időt. Oké. Okay. Nagyon köszönöm. De jó időt írjám be, nem ám feljebb viszed, azt jönnek mások, azt égünk, mind a rongyi. Figyelj, még az elején vagyunk viszonylag, úgyhogy itt még bármi lehet. Biztos, hogy még legalább. Figyelj, nem tudjuk, hogy kik vagyunk, jönnek nem? Még. Nem, ha minden jól megy, még legalább 10 versenyző lesz. Szerintem a középmezőnybe fogtok a végén. Jó, az nekem jó. Az eddigiekből kiindulva. Jó volt nagyon amúgy, pláne az eleje, a legelső indulás, az tetszett nagyon. Ez ilyen szép drag rajt volt, kísérdögés, nagy fú. Volt, hogy beszopjuk az elején, de felhoztuk. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Mi köszönjük a meghívást. Gratulálok. Köszönjük szépen, Can't Wait For harmadik évad. Így lesz, iratkozzatok fel. Ricsiékre iratkozzatok fel, Imeldára. Köszönöm. Aztán szépen. Jövő héten folytatjuk. Sziasztok! A Gonosz Víz következő párosa Nagy Dani és a húga Nagy Kamilla.